Azok a szülők, akik a gyermekeikkel könyveket forgatnak, biztos, hogy találkoztak már Gévai Csilla nevével, legalábbis a kortárs gyermekkönyvek és ifjúsági könyvek tekintetében, hiszen te illusztrátor is vagy, és író is vagy. Hát, hogy kezdődött, és melyik vagy elsősorban, vagy mindkettő vagy-e? Én azt tudtam, hogy olyan munkát, olyan hivatást szeretnék választani, ahol nem kell egy irodában ülni. És először gyerek színészként kezdtem a pályafutásomat, aztán rájöttem, hogy nagyon-nagyon szeretek olvasni, és egyre többet olvastam, ezért azt gondoltam, hogy menjek el egy olyan egyetemre, ahol sokat lehet olvasni, és akkor elmentem magyar szakra. A magyar szak után jött a kulturális antropológia szak is, ami azért volt számomra vonzó, mert ott meg azzal kecsegtetett, hogy nagyon sokat lehet majd az életben utazni. És amikor kiutaztam magamat, meg kiolvastam magamat, akkor úgy döntöttem, hogy gyerekkönyv illusztrátor leszek. Ezt megsegítette az a tény, hogy Berg Judittal, aki a Rumini könyvek írója, írónője, összehozott a sors, és az első könyvünket közösen csináltuk. Ez a Hiszti mesék című könyv. Ő írta, én rajzoltam, és valahogy ez a könyv ez így pályára állított engem is, meg őt is. És a kezdetekben még illusztrátorként voltam számon tartva, aztán rájöttem arra, hogy én pontosan annyira szeretek írni, mint rajzolni, és aztán azt gondoltam, hogy ezt a luxust, ezt megengedem magamnak, hogy én ebben az életben írjak és rajzoljak együtt. Hála Istennek, de honnan tud valaki rajzolni, ugye, aki mondjuk humán tanulmányokat folytat, tehát ez is biztos, hogy azért már korán kezdődött. Hát édesapám, aki pont Budafok és Kelemvölgy határában gyerekeskedett, ő grafikusként is dolgozott, és azt hiszem a tehetségét azt tőle örököltem, meg az őseimtől. és mindig olyan dolgokkal szerettem úgy igazából mélyen foglalkozni, amit nem tanultam. Tehát, hogy nekem az, hogy valaki autodidakta, az nekem nem rossz, hanem inkább jó, meg érdekes. Mert akkor tényleg az ember veszi a fáradtságot, hogy valamit mondjuk valamiben elmélyüljön, kitanuljon. Nekem a rajz az ilyen, hogy így óvodáskoromtól kezdve rajzoltam, csak én a kisiskolás koromban nem hagytam abba a rajzolást, hanem vittem tovább saját magamnak, saját magamtól, mint egy ajándék, és az lett belőle, hogy ez is lett a hivatásom. Mennyire könnyű vagy, mennyire nehéz gyerekeknek, fiataloknak írni? Mert egy gyerekműsort sokkal nehezebb megcsinálni, mint a felnőtteknek való műsort, ezt én tudom, de hogy lehet, hogy írni gyerekeknek is nehezebb egy kicsit? Hát ember válogatja. Én mindig éreztem, hogy én könnyen kommunikálok a kisgyerekekkel, az óvodás korúakkal leginkább, szerintem el se felejtettem velük a kommunikációt. Tehát, hogy így, amikor óvodás voltam, akkor nagyon is emlékszem, hogy milyen óvodás voltam. Mik voltak a szívfájdalmaim, az örömeim, és mire felnőttem, ez a gyerekkori tudás, ez megmaradt. Ami nagyon jó, mert soha sem akartam ezt elnyomni magamba. Lám, a rajzolás is szerintem azért maradhatott meg óvodáskoromtól mostanáig, mert sohasem gondoltam, hogy azt már el kell felejteni, vagy akkor átlépünk egy iskolás szakaszba, vagy egy gimnazista szakaszba, tehát soha nem szakaszban gondolkodtam, és óvodásoknak írni azért nehéz, mert úgy kell működnöd, mint egy tolmács. Ugye a felnőtt világot le kell fordítani gyerek nyelvre, főleg mondjuk én környezetvédelemről írok nagyon sok mindent, meg programokat is készítek környezetvédelem témában, és ahhoz, hogy ez hatásos legyen, tehát mondjuk egy óvodáskorú gyereket minél több környezettudatosító információ érje és el is jusson hozzá, ezért olyan nyelvezettel kell megszólítani őt, amire ő is vevő.
És itt az új könyved, nagyon kék könyv, nagyon szép, tehát köszönöm. Belelaboztam. Ez kiknek szól, milyen korosztálynak, és hát ez is egy környezettudatos téma. Két dolgot mindenképpen meg szeretnék vele kapcsolatban említeni. Az első, hogy van ennek egy előzménye, a Nagyon Zöld Könyv. 2013-ban a Pagony Könyvkiadónál megjelent a Nagyon Zöld Könyv című munkám. Ez volt a hazai könyvéletben talán az első olyan környezetvédelmi könyv, ami gyerekeknek specifikusan a klímaváltozásról, a környezetvédelemről, a víz tiszteletéről, szeretetéről szól, és ennek a hatására fogalmazódott meg bennem, hogy kéne írni egy olyan könyvet is, tehát ez a második lépés, ami kimondottan a vízről szól. Az, hogy ez megjelenhetett, ez nagyban a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítványnak a munkáját dicséri, mert ő volt az, aki erre a könyvre igent mondott és támogatta, hogy megjelenhessen. Most jelent meg 2020-ban a Corvina kiadó gondozásában, amire nagyon büszke vagyok, mert a Corvina kiadó egy nagyon magas minőséget képvisel, és azt gondolom, hogy ez így, ez a hármas találkozás, ez egy jó dolog, mert egy olyan könyvet szült, amelyben nem kellett kompromisszumot kötnöm saját magammal, tehát bibelődhettem a rajzokkal, a szövegekkel, volt időm megcsinálni olyanra, amire én szerettem volna. Ami miatt nagyon büszke vagyok erre a könyvre, hogy egyre több környezetvédelemmel kapcsolatos gyerekkönyv jelenik meg, ami az ismeretterjesztő kategóriában tartozik, de talán ez a Nagyon Kék Könyv annyiban unikális, hogy magyar példákat hoz, magyar viszonyokat, hogyha odaadod, mutatok neked. Tehát magyar viszonyokat elemez, például itt a Balaton. Már a hazánk négy legnagyobb tavának a tavainak a formája. Tehát nagyon szeretem azt, amikor vizuálisan is megjelenítődik az, amiről beszélünk, és igenis, hogy szerintem fontos, hogy mondjuk egy magyar gyerek tudja, hogy mondjuk mekkora az a Balaton, hogy néz ki, és hogy nem csak a Balaton van, hanem van még mondjuk Tiszató is, meg Velencei tó. Ez osztrák mezes felső fertőtó. Igen, és a könyvben a főszereplők, azok manók, vízimanók, sellők, és ők segítik a munkámat, hogy igazából a vízről írhassak ebben a könyvben, de hogy a magyar vonatkozást is, itt például van egy régi Magyarország térkép, ahol lehet látni, hogy még a nagy-nagy Tisza-Duna szabályozó rendszerek, amikor még nem voltak, hogy milyen nagy számban volt vízes terület. Igen, és ez például meglepő. Ezt, hogyha mondjuk egy más nemzetközi szinten érdekelt író, tehát nem magyar író írt volna könyvet a vízről, az biztos, hogy ezt az információt nem teszi bele. És én olyan könyvet akartam írni, amiben a hazai víz viszonyok is megjelennek, és gondolkodásra késztetnek gyermeket, felnőttet egyaránt. Említetted, hogy óvodásoknak is beszélsz a környezetvédelemről. Egy program keretében ez mit jelent? Van egy Kóródi Eszter kolléganőmmel együtt alkotunk egy programot, fiúról apára program, szintén a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány támogatásával csináltunk egy pilot programot, ami arról szólt, hogy 15 óvodában a saját módszertanomat megvalósítva ezt a programot kipróbálhassuk, hogy működik-e. Szerencsére nagyon nagy sikere volt. A hatástanulmány is készült arról, hogy ez mennyire hasznos lehet a gyerekeknek óvodában már környezettudatosító programon részt venni. Ugyanis, hogyha egy gyereket 4-5 éves korában megfogsz a föld szeretettel, a levegő szeretettel, a víz tiszteletével, a fák és a növények rendszerével, akkor az a gyermek, az 18 évesen eszébe nem jut fát kivágni olyan helyzetben, amikor teljesen értelmetlen lenne.
vagy fel fogja emelni szerintem a szavát, hogyha szemetelő embereket lát, vagy kiáll majd a környezete, a természete mellett. És nekem az a célom, hogy minél több olyan, tehát hogy a jövő generációja egy olyan generációja legyen, aki tudja az okozati viszonyokat. És ezt szépen egymásra lehet építeni a paneleket, és környezettudatosságot lehet a kisgyerekbe is fokozatosan építeni. Mert szerintem a 21. századnak ez lesz a legfontosabb témája, a környezetvédelem, a vízvédelem. Hát reméljük, hogy ez a program kerületi óvodákba is eljut majd. Egy kicsit beszéljünk a kerületi kötődésedről, mert majdnem itt élsz, de a kerület határán laksz. Tulajdonképpen már a másik kerületben, de mégis ugye említetted, hogy édesapád is itt nevelkedett. Igen, igen. Ez a szeretet a Budafok és Kelemvölgy irányába nagyon nagy, azért, mert az édesapámnak a felmenői itt éltek, pont Budafok és Kelemvölgy határán. Nagyon szeretem ezt a környéket, és sokat szoktam rajta fantáziálni is, hogy hogyan lehet még inkább népszerűsíteni Budafokot, Kelemvölgyet, és ezért aztán sokszor lopom a szövegeimbe ezt a két budapesti tájegységet. Van egy sorozatom, az a neve, hogy Amíg utazunk sorozat, ezt évek óta írom. Ennek a sorozatnak az első kötetében, az Amíg utazunkban, ott a Törlei kastély jelenik meg, illetve a főszereplő kisfiúnak az apukája, az a Sugárbiológiai Kutatóintézetben dolgozik, mint Budafokon, és ezzel is, hogy ilyen szereplőknek ilyen helyszíneket adok, hogy itt dolgozzanak, ezzel is az a célom, hogy lehet, hogy nem sokan, de mondjuk az kis olvasóimnak mondjuk pár százaléka elmegy az anyukájával, és megnézi mondjuk a gyönyörű kutatóintézetet, vagy az Anna utcát, vagy a Törlei mauzóleumot, akkor már elértem a célomat. Tehát szeretném, hogyha ezeket az épületeket minél több ember megismerni, és szeretné. Hát köszönjük szépen, hogy eljöttél, és nagyon sok alkotó munkát kívánunk, mint illusztrátori, mint írói szinten. Én is köszönöm a lehetőséget, hogy beszélhettem.